Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Leves sütemény és hamburger is készült tökből a 6. Tök jó napon Fonyódon. A programon a különböző ínyedtségek mellett hagyományos ételeket készítettek, amelyeket bárki megkóstolhatott. A cél a zöldség népszerűsítése mellett az volt, hogy megmutassák, ősszel is színes rendezvényekkel tudják vonzóbbá tenni a balatonparti települést. Tépet kacsacombbal készültünk, melyet egy tök magos cipóban tálalunk, adunk hozzá friss salátákat, rukkolát, madársalátát, és egy tökös párolt káposztával szorítjuk le ezt az egészet. Ez a balatonfenyvesi vendéglő tulajdonos évről évre visszatér a tök jó napra Fonyódra, hogy valamilyen újdonsággal lepje meg az íjenceket. A tépet kacsacomb tök magos cipóban csak az egyik volt a repertoárból, amellyel készültek. Az édes szájúak a túrós tökös lepényt is megkóstolhatták. A helyiek is számos finomsággal várták az érdeklődőket. A hagyományok a szívem minden évvel sütött tökrémlevessel készülünk. Körülbelül 200 literrel készültünk. Délután pedig süteményeket fogunk osztani. Lesz tökös mákos pitánk, tökös kevert piskótánk, és lesz egy sütőtökös pogácsánk. A fesztiválra az egész megyéből érkeztek érdeklődők, akiket nem csak az ételek vonzottak, hanem a kikapcsolódás is. Nagyon jó, mert végül is most sok év után, kedves ismerősökkel, most találkoztunk újból, és ennek is nagyon örültem, hogy igen, ez egy nagy meglepetés volt most, hogy tudtunk találkozni. A 6. Tök jó nap Fonyódon egyik célja, hogy októberben is kínáljanak programot az érdeklődőknek. Próbálkoztunk halas programokkal, de a tök jobban bejött, és ez az október eleje időszak, ilyenkorra már mindenki kipihenni magát, gyerekek elmennek iskolába, minden család visszatér a régi kerékvágásba a nyári szezon után, és ez az október eleje tűnt a legjobbnak, amikor a Tökös Fesztivált elkezdtük. A tök jó napra több százan látogattak el Fonyódra. A gyermekklinika javára gyűjtöttek adományt pécsi diákok. A Kodály Zoltán Kollégium diák önkormányzata jótékonysági koncertet szervezett, ahol tehetséges tanulók mutatkoztak be a jótékony cél érdekében. Gitárszóval indult az a jótékonysági koncert, melyet a Kodály Zoltán Kollégium diák önkormányzata szervezett. A hangversenyen pécsi tanulók mutatkoztak be, köztük a művészeti gimnázium tanulója, Szigeti Bence, aki már több országos versenyen is bizonyította tehetségét. Én egy 20. századi magyar zeneszerző, Rózsa Miklós gitárszonátájának 3. tételét fogom eljátszani. Most már lassan egy éve játszom, több különböző nemzetközi versenyen is játszottam, és az egész szonátát, de ez gondolom a legközönségbarátabb tételnek, és igazából ezért. A Norman keresett meg, hogy szeretné, hogyha játszanék, és igazából így évfolyamtársak vagyunk az iskolában, Pécsi Művészeti Gimnáziumban. Ez maximálisan támogatom, szerintem ez nem is kérdés. Mindig jó egy ilyen ügy mellett kiállni, és a művészettel támogatni. A koncertből származó bevételt jótékony célra fordítják a diákok, a pécsi gyermekklinika javára gyűjtöttek. Egyeztettünk a pécsi gyermekklinikával, hogy gondolják ki, hogy mire szeretnék költeni a bevételt, és a későbbiekben, amennyiben még a jövő héten lezárul az adománygyűjtés, ugyanis a jövő héten még lehet adományozni a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiumban, utána egy műsor keretén belül ezt a pécsi gyermekklinikátok át fogjuk adni ezt az összeget. Tavaly karácsonykor mi a kollégiumban csináltunk egy ilyen gyűjtést a rászoruló gyermekeknek, és akkor tovább vittem ezt az ötletet, hogy lehetne egy jótékonysági koncertet szervezni, csak az volt a baj a tavalyi tanévben, hogy nagyon késő volt és kicsúsztunk az időből, úgyhogy a nyáron, júliusban kezdtem neki a koncert szervezésének, és most értünk ide, hogy elkezdődik ez a koncert. Az est során a zene mellett a néptánc is szerepet kapott. Pécsi Mácsonyák csoportját láthatják ma.
Ez a Metyek Tánc Együttesnek az ilyen utánpótlás csoportja, és majd mi is csatlakozunk a Metyek Tánc Együtteshez. És milyen műsorral készültek ma estére? Egy mezőségi koreográfiával. Van benne csárdás, gyors, legényes, így nagyjából minden. Ez fehér és a fekete a két legjellemzőbb szín, és a csizma az általában a fekete bőrcsizma, néha díszítve is szokott lenni. Utána egy, hát ezen a tehetségen a pricsesz nadrága jellemző, de hogyha másfelé megyünk, akkor szokott lenni bőgatya is, ami ugyanolyan, mint ez az ink, csak hát nadrágba, és ilyen nagyon szétáll a, itt a bokájánál a műtranyaga. Egy fehér ing az mindenfele ilyen szokott lenni, mellén általában ilyen díszes, meg hát kalap. Lányok népviselete az a karaktercipő vagy csizma, utána ilyen harisnya-szerűség. Rajtok is ilyen fehér ing van, és általában ilyen mintás kötényt is szoktak húzni. Meg ők van. Is hasonlóképpen ilyen mellényszerű túlát. Van alsó szoknyájuk, egy fehér szoknyájuk, és arra rá a díszített kötény, vagy még díszített szoknya. A hajukban mindig szallag szokott lenni. A szervezők felhívták a figyelmet, hogy amennyiben szeretnék támogatni a Pécsi Gyermekklinikát, van lehetőség az adományozásra. Ezen a héten még várják a felajánlásokat a Kodály Zoltán kollégiumban. Nem csak énekelnek, hanem festenek, hímeznek, vagy éppen goblen képeket készítenek a kaposvári zenekedvelők. A kórus idén ünnepli 25 éves fennállását, ennek alkalmából több koncertet is szerveznek, de egy kiállítással is készültek a tagok, hogy megmutathassák művészi oldalukat Kaposváron, az Együd Árpád kulturális központban. Nem maradhatott el az ének a zenekedvelő kórusának rendhagyó programján. Ezúttal azonban nem a muzsika játszotta a főszerepet, hanem a képzőművészet. Akik énekelnek, úgy érzem, a szépre, jóra fogékonyak, és ez nagyon nagy dolog. Másik pedig az, hogy a közösségnek megmutatják. Nagyon fontos, hogy az éneklés mellett egy más hobbit is választanak. Számos területen alkotnak a kórus tagjai, legyen szó festészetről vagy hímzésről. Trevizsán Gyuláné közel 40 éve készít goblen képeket. Ő is megmutatja alkotásait az Együd Árpád kulturális központban nyílt tárlaton. A párom kezdte tulajdonképpen egy fogadásból. A kollégáival fogadtak, hogy egy hónap alatt megcsinál egy képet. Azt mondták, hogy az nem létezik. Na, és ő meg is csinálta, és azóta belénk ojtotta ezt a szép dolgot, és azóta csináljuk. Kovács József már általános iskolás korában szívesen rajzolt, festett. Ez a hobbija később is megmaradt nála. Amikor végeztem a középiskolával, találkoztam egy kislányal ott Göllében, aki küldött nekem egy képes lapot, és 68-ban ez volt az első, sajnos az most nincs itt, az volt az első, amit festettem, és gyakorlatilag ezzel kezdődött. Hát voltak kihagyások az életemben a festészettel, illetve a rajzolással, időhiánya miatt, és talán 50 éves koromban a testvéreméktől kaptam egy olajszettet festőállvánnyal, és ha megmutathatnám, az a Gölle kép, ami volt az első olajfestményem. A zenekedvelő kórusa idén ünnepli 25 éves fennállását. Ezen alkalomból is szervezték a kaposvári tárlatot, de a tagok több koncerttel is készülnek. Az elsőt december 9-én tartják a Liszt Ferenc Zeneiskolában. A Kormorán és a Beatrice együttes lépett fel a Pécsi Széchenyi téren október 8-án a rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából. A zenészeket arra kértük, hogy mondják el, hogyan emlékeznek vissza arra az időszakra, mennyire hatott rájuk a szabadság légköre.
A Kormorán együttes a színpadon, ők kezdték az október 8-ai szabadságkoncertet a pécsi Széchenyi téren. Az előadás előtt azonban a zenekar vezetőjét arról kérdeztük, milyen emlékei vannak a rendszerváltás körüli időkről. Abban az időben nagy levegőt vettünk, és sok mindent el kellett felejtenünk, ami előtte volt, ami velünk történt. De érdekes módon bátyám és én is 1985-ben már a Nemzeti Múzeumnál készítettünk egy nagyon izgalmas megemlékezés március 15-én. Ugyanezt megismételtük 86-ban, és aztán jött 88, amikor Páskendi Géza librettója alapján elkészítettük első rockoperánkat, a Költő visszatért. Én nem azt mondom, hogy a könnyű zene, vagy a folk rock, vagy a Kormorán miatt volt rendszerváltás, de azt hiszem, hogy nagyon sokan fellélegeztek, és számunkra ez egy szent időszak. Aztán utána mi történt, azt már mindenki tudja, azt átéltük, de elég furcsa volt, hiszen 50-es, 60-as években voltam tinédzser, tehát nekünk még egészen más dolgokat tanítottak, és az az agymosás, ami akkor történt, az szerencsére egy pillanat alatt kiment a fejünkből. Kette vagyunk testvérek a bátyámmal, és mi szerencsére olyan családban nőttünk fel, olyan polgári családban, ahol egészen másfajta neveltetést kaptunk. Tehát nekünk a család, a haza és a nemzet az mindig egy fontos dolog volt. És azt hiszem, a Kormoránnak a dala is erről szólnak általában. Nagyon nagy boldogság számomra, hogy például a Kell még egy szó, a Honfoglalás főcímzenéje, vagy aki szívét osztja szét, a Szakra Korona film főcímzenéje, olyan kicsi himnusz lett a magyarság és a külhoni magyarság körében. Sőt, sokan fel is használtak könyvcímekre, műsorokra. Úgyhogy azt hiszem, még sépítő kocka vagyunk ebben a hazai könyvzenében. De fontos építőkocka vagyunk, azt hiszem, és nagyon remélem, hogy ezt így gondolja mindenki. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, most márciusban megkaphatom a Kossuth díjat, és azt hiszem, ez az életműnek egyik betetőzése, ami nagyon kevés emberre adatik meg, de úgy érzem, hogy ebben elismerték azt, amit a Kormorán képvisel Magyarországon. Koltai Gergely azt mondja, nem fogta vissza őket a félelem a rendszerváltó időkben. A jobban fiatalabb voltam akkor én is. Akkor is sokkal bátrabb volt az ember, most inkább felelősség teljesen. De ugye ez olyan érdekes korszak, ugye hát mindig azt szoktam elmesélni, hogy 1962-ben, amikor a Beatles az első dalát kihozta kislemezen, akkor itthon még kádányan sakasztotta az embereket. Tehát egy furcsa világ volt, olyan világ volt, amit a mai fiatalok igazából nem is értenek meg, nem is tudnak megérteni. Az egy más dolog, hogy most is egy agymosás folyik a fiatalok körében, ami a nyugatról és különösen Amerikából vagy Európából betüremkedő könyvzene és az ezzel kapcsolatos mindenfajta eszpék megfertőzik a mai fiatalokat, azt a generációt, akinek a jövőt kéne felépíteni, azt a Magyarországot, amiben ők lesznek majd egyszer igazából felnőttek, és lesz majd unokájuk, és lesz majd gyerekük, és már idő után nagypapák lesznek. Tehát vagy nagymamák lesznek, tehát nagyon jó lenne, hogyha a Kormorán talai ebben segítenék őket. És talán ez a mi felelősségünk, és ez a mi kvázi szolgálatunk, vagy küldetésünk. Volt valahol egy hely, hol jó volt magának lenni. Este már egy másik stílus képviselői foglalták el a színpadot. Nagy Ferúra és a Beatrice-re vártak a pécsi főtéren. Ferútól is megkérdeztük, hogyan emlékszik vissza a 30 évvel ezelőtti időszakra. Abban az időben nekünk nagyon sok bulink volt. Tehát divatba jöttünk, még a bolsék is arra gondoltak, hogy nem baj, most engedni kell a Ferót, mert azért lehessen látni, hogy itt most új világ van. Most a 8 óra munka már nincs betiltva, most már el lehet énekelni, miközben azt senki nem valósította soha meg. Nem is lehet megvalósítani, ezt én mondom, pedig én írtam a dalt. De akkor úgy nagyon ment nekünk. A zenekar nem volt olyan jó. Én azt a zenekart annyira nem szerettem, mert hihetetlen nagy sikereket arattunk. Nagyon nagy közönség táborunk volt. De hát
Hát, hadd mondjak valami pozitívat is, ez a mostani zenekar, ez hát bekapja minden zsömlét. Optimista voltam, de azért óvatosan. Akkor nem véletlenül született az a dalunk, hogy aki hazudik, az csal, aki hazudik, az lop. És ez a dal, ez nem kimondottan egy pártnak szólt, hanem minden pártnak, hogy figyeljünk oda. Az embereknek szólt, hogy figyeljenek oda, mert azért nem teljesen úgy van, hogy kiállnak emberek, és nagy hanggal kiabálnak valami ostobaságot, ami nem is volt, nem is tud lenni, és egyelőre nem is lesz. Hát igen, meg a figyelmeztetted is a hallgatókat, hogy megvezetett minket a történelem. Hát itt hát végig a korszakokat végigvetted, azért nem volt. Hát zsebre, hát zsebre, nagyon zsebre vágott minket a történelem, az biztos. De azért bízni kell, bízunk oda, hogy a 21. század az a milyen lesz magyaroké. Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ez így van. Nagyon kevés. Mert ugye azt mondtam, nagyon sok ellenfelünk van, nem nagyon sok, nagy hatalmú, de kis hatású ellenfeleink vannak, és amióta az Európai Unióban vagyunk, nyilván ott is kell maradunk. Az Európai Uniónál nem tudunk már jobbat kitalálni, mert akkor vissza kell menni a Szovjetunióba, az pedig nem olyan jó, de azt kell komolyan venni, és az embereknek is, hogy mi vagyunk Európa, a V4-ek például, vagy Olaszország, Romániát bele kellene vonni ebbe még, ha Szerbiát végre befogadjuk, akkor őt is, és akkor kialakul itt egy olyan közép-európai erő, amelyik szerintem simán ad eligazítást a franciáknak, a németeknek, mert kell nekik, mert látom, hogy elment az a kicsi józan eszük. Logikai és mozgáskoordinációs feladatokkal is válták a gyerekeket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói immár negyedik alkalommal szervezték meg az úgynevezett játékvárost, ami egy valódi életközösséget jelenített meg. A Bárci Gusztáv módszertani központ kisdiákjai különböző tevékenységek által a pénz használatának alapjait is elsajátíthatták játékos keretek között. Bekötött szemmel kellett a feladatokat elvégezniük a gyerekeknek ennél a játékpontnál. Ügyes voltál, nagyon tessék. Ügyi voltál, nagyon ügyes voltál. Nem csak logikai és ügyességi, hanem mozgáskoordinációs feladatokkal is várták a kicsiket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói immár negyedik alkalommal szervezték meg a játékvárost a kisdiákoknak. 8 állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a pénzvilágával. Minden egyes állomáson pénzt gyűjtenek, játékokért, készségfejlesztő játékokkal készültünk. 8 csapat van, 40 gyerek fog jönni, és minden egyes állomáson, hogyha teljesítették a feladatot, pénzt gyűjtenek majd, és a végén, amit itt látni hátam mögött, itt fognak vásárolni. A Durácki és a Bárci Gusztáv módszertani központból érkező gyerekek elsősorban a pénz fogalmával ismerkedtek meg játékos formában. Kaptam ilyen porrakat, és el kellett dönteni, melyikben van kevesebb, melyikben van több. A másodikban meg volt olyan, hogy doboz volt, és bele kellett nyúlni, és amit mondott a lényeg, hogy keressem meg, azt megkerestem. Menetlevél van a kezembe, itt vannak az aláírások, és már 3 helyen már voltam. A kicsik minden feladat teljesítése után játékpénzt kaptak, amelyből aztán tolltartót, színes ceruzát vagy akár plüss figurát is vásárolhattak. Be kellett festeni a kezünket, aláírtam a nevemet alá, mert még játszottunk. Meg kellett hangoztatni a
hogy mi van benne. Az intézményben szervezett program a hallgatóknak és a gyerekeknek egyaránt hasznos volt. A gyerekeknek azért nagyon hasznos, mert egy kicsit egy kis mini társadalmat pillantanak meg ebben a pár órában. Hallgatóinknak pedig azért hasznos, mert valóban ők a főszervezői. A harmadévesek szervezik, ők találták ki a játékokat, és a másodéveseket ilyenkor azért vonjuk be, mert ők kísérik a gyerekeket. Minden gyereknek van egy kis tanítónénie, aki a különböző állomásokon a gyerekeket patronálja, és olyan szempontból is nagyon hasznos, hogy mert a másodéveseink következő évben már ezeken az intézményeken gyakorlatot végeznek, és így a gyerekek egy kicsit már ismerkednek, találkoznak. A játékváros feladatait több mint 40 sérült gyerek teljesítette.